Üdvözlünk mindenkit ivaélmény beszámolónk harmadik részén, ahol az önvédelmi eszközökről ejtünk pár szót. Első áldozatunk az Umarex pultja. A Glock hivatalos gázpisztolya ismét gyártásba került, ami jó hír lehet azoknak, akik lemaradtak róla tavaly. Nekünk is lesz, nagyon reméljük. Új bemutatkozó a PGS 2-es önvédelmi folyadékkilövő, melybe egy nagy teljesítményű lámpát is beépítettek, ami az elsütő húzása közben 200 lumennyi fénnyel vakítja a támadót, közben pedig egy 11 mm-es paprika töltet lövel ki rá, melynek hatásos lőtávja 4,5 méter. A fegyver működése közel azonos a korábbi Walther PDP kilövőjével, ugyanúgy billenthető töltéssel rendelkezik, a lámpát pedig egy CR123-as lítium-ion elemről tudjuk üzemeltetni. Láttuk a HDP 50-es kompakt változatát, mely 4 darab gumi, por vagy paprika lövedéket képes tüzelni, de sajnos 8 g-os patronnal működik, így itthon nem lesz túl népszerű. A HDX-68-as puskát már nálunk is megnézhettétek, a HDB ugyanakkor új családtag, 16 lövéses, 68 kaliberes tárral, szintén CO2-es gázmeghajtással otthonvédelemre. Az Umarex idei újítása a nyomjelző gumis puska, mely az Airsoft világában már ismeretes tracer egységgel villantja meg az erre alkalmas gumilövedékeket. Az egységet itt egy módosított M-Lock előadjal ellátott HDR 50-es revolveren láthatjátok. Tüzeléskor a kiáramló gázok miatt a tréceres HD fegyverek rendkívül impozáns torkolattüzet produkálnak, ami persze csupán csak a CO2 megfestése a ledizzókkal. Most pedig jöjjön egy eddig nem látott gyártó, a Birna, mely nem halálos önvédelmi eszközöket gyárt, helyileg Dél-Afrika és Amerika területén működik. Itt a Birna SD pisztolyt láthatjuk, mely CO2 patronok segítségével tüzel kis tömegű, ugyanakkor kiemelkedő lőtávon rendelkező 68-as kaliberű paintball jellegű lövedékeket. A pisztoly kivehető tárja 5 lövedék tárolására alkalmas, különlegessége, hogy a CO2 patront nem csavarjuk vagy ütjük, az első lövés leadásakor kerül a pisztoly nyomás alá, és azonnal ki is lövi a lövedéket. Tokozása az elérhető legjobb minőségű szálerősített polimerből készült, a gyártó oldalán lévő videókon autóval hajtanak át rajta, majd ismét használják. A Birnánál elérhető a pisztolyhoz exkluzívan gyártott gyorstok, maga a fegyver pedig gyárilag 2 tárral és 3x5 különböző hatású lövedékkel kerül forgalmazásba egy impozáns tokban. A Birna TCR a gyártó karabé változata 7-es és 12-es kapacitású tárakkal. Különlegessége, hogy a CO2 patront az oldalsó rél felnyitásával tudjuk egyfajta gránátként a foglalatba helyezni, majd az elsütő működtetésével nyomás alá helyezni. A Birna Mission a jelenleg elérhető legnagyobb méretű és teljesítményű eszköz, ami egy AR-15-ös karakterisztikáit örökölte. Méretei CQB alkalmasak, kényelmes kezelése is állítható tusa van, modern M-Lock előadja. Különlegessége, hogy a tusban kapott hely egy nagyméretű 88 g-os CO2 patron, így lövésszáma messze túlszárnyalja a többi hasonló fegyverét. A Birna termékeit már jelenleg is aktívan használja földünk több rendvédelmi szerve is nem halálos vagy tömegoszlató fegyverként. A Bornár forgalmazói pultjánál láttuk ezt a Saiga 12-est, ami papíron Airsoft, acél-BB és gumilövedék kilövésére is alkalmas. Kézbe véve a fegyver feltűnően igazi volt, csöve és fő alkatrészei fegyveracélból vannak. Sajnos nem tudtunk meg ennél több információt róla, na de majd egyszer. Meglátogattuk a Retaj gázpisztolyos pultját is, ugyanakkor nem ért minket meglepetésként a kínálat, hiszen hazánkban a Combat Zone üzleteiben találjátok a gyártó teljes gázriasztó pisztoly választékát. Pár módosított tokozáson és más színvilágú, de már ismert típuson kívül itt nem volt újdonság idén. A Kuzai pultjánál is hasonló volt a helyzet. Ugyanakkor ez a matszürke Colt 1911-es kifejezetten tetszett nekünk. Jó lenne boltjaink polcain is hamarosan látni. Köszönjük, hogy velünk tartottál ivaélmény beszámolónk harmadik részére. Ha tetszett a videó, dobj rá egy lájkot, ha szeretnél még hasonló tartalmakat tőlünk, iratkozz fel csatornánkra.
Facebook oldalunkon továbbra is napra kész lehetsz mindennel, ami Airsoft, légfegyver vagy önvédelem. Hamarosan folytatjuk IVA élménybeszámolónkat az éles fegyverekkel. Addig is, sziasztok!